Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 23-án portál nap van. Kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. A plejádok azok az Atlasz Isten lányai a görög mitológiából. És a plejádoknál van egy központi nap, Alkioné. Lefordítva, Alkioné az egy királynőt jelent, aki győz a gonoszságok felett. Tehát, ha van egy ilyen portálnap, akkor megvan ez a hatás, megvan ez az energia, hogy mi is győzzünk a gonoszságok felett, ami úgy érint bennünket. Én hozzátenném még a negatív gondolatokat, vagy negatív érzelmeket is, mint például a félelmeket, hogy ezeken áttegyük magunkat, hogy meglegyen a hit, meglegyen a bizalom, hogy minden jóra fordul. Az, hogy mikor vannak ezek a portálnapok, az tulajdonképpen a maja naptárból van. Ez a forrás. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon. Erről a maja kalendáriumról ezt megtalálod Tendera Susanna Medici néven. Ott naponta leírom, hogy mit közöl a maja naptár, melyik hullámban vagyunk, melyik napon egy bizonyos hullámban, és melyik szimbólum uralkodik a nap felett. Visszatérve erre a portál napra, 23-ára, ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Erre a szertartásra jelentkezhetsz e-mailen keresztül, az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy milyen témák lesznek, arról beszámolok most itt ezen a felvételen. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. A 13-as szám az a majáknál legalábbis úgy vélték, hogy szerencsét hoz. Ez a portálnap a második hullámban van. Itt kihat erre az időszakra a kettes szám. Az jelent kapcsolatokat, szerződéseket, persze jelenti a párkapcsolatot is, hogy megvan a közelség, megvan a bizalom, a szeretet, tehát így megvan a párkapcsolat terén a belső egyensúly. Hogy ez tényleg így legyen a közeljövőben is, ebben segít ez a szertartás. December 23-a az a hatodik nap ebben a kettes hullámban, és a hatos szám az jelenti a múltat, gyakran a gyermekkori emlékeket. Van egy kis romantika itt a kettes szám és a hatos szám között, amit átélünk a párkapcsolatban. Vannak szép emlékek, romantikus pillanatok, és megvan a közelség, megvan a bizalom. Mint minden nap, a maja naptár szerint vannak bizonyos szimbólumok. Ezen a portál napon Kauak uralkodik. Kauak lefordítva esőt jelent. Az eső az a víz eleme, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Tehát itt emlékekről, kapcsolatokról, érzelmekről van szó. Persze néha könnyekről is.
különösen ha emlékekről beszélünk. De ennek az esőnek, ennek a kauak szimbólumának van egy fontos üzenete számunkra, hogy tisztázzunk bizonyos dolgokat, és ennek most megvan a lehetősége, hogy tisztázódjanak a dolgok a munkahelyen, hogy megkapjuk az elismerést, hogy legyenek a családon belül kapcsolatok. A könnyeket, a fájdalmas emlékeket le kell zárni, a vitákat, a félreértéseket is. És itt is megvan most arra a lehetőség, hogy legyen kapcsolat, kibékülés, szép beszélgetések, hogy itt is tisztázódjanak bizonyos dolgok. Persze kauak kihat a párkapcsolatra is, amikor itt is megvan most a lehetőség arra, hogy tisztán beszéljünk bizonyos dolgokról, tervekről, vagy érzelmekről, vagy a múltról, és akkor annak van egy jó hatása, hiszen egy tiszta lappal indíthatunk. Akár munkáról van szó, akár barátságokról, vagy a családon belül a kapcsolatokról, vagy a párkapcsolatról, hiszen erre is kihat ez az energia, természetesen a szertartás is. És pontosan ezekről a témákról lesz szó. Ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!